Két új hulladékszállító autóval bővült a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. Gépjármű parkja. A járművek érkezését hosszú előkészület előzte meg. 2014. december végén értesítettek bennünket arról, hogy a Vecsésváros hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatunk nyert. Gyakorlatilag bruttó 222 millió forintot nyertünk, ebből 10 millió forint volt az önrész, tehát ez egy nagyon kedvezményes pályázat volt, nagyon kedvező feltételekkel, és gyakorlatilag a szállítógépjárműveket, a komposztáló edényeket, bálázógépet, darálógépet, tehát ágaprítékoló gépet és egy olyan kis Mercedes nyertünk, amely el tudja szállítani ugye az aprítékot, tehát itt áll mögöttem pont ez a Mercedes kisgépjármű. Azért kisgépjármű, mert nyertünk két nagy kukás autót is, amelyeknek a leszállítását tavaly évvégére vállalta a nyertes cég, úgyhogy nagy örömünkre szolgált, hogy ezeket végre be tudtuk állítani a rendszerbe. Dolgoznak ezek az autók, és ezzel teljesen modernizálni fogjuk a hulladékszállítást Vecsésen. Gyakorlatilag sokkal nagyobb lehetőségeink lesznek, és a céges és vállalkozói szférát is jobban ki tudja szolgálni a cég, amivel több bevételhez juthat. Tehát azt gondolom, hogy ez összességében nézve egy nagyon jó és pozitív pályázat volt. Az elmúlt év azért nagyon strapás volt a pályázat lehívása és a pályázat feltételének teljesítése véget. Főleg ezzel a két nagy hulladékszállító gépjárművel szenvedtünk sokat, de minden jó, ha jó a vége, úgyhogy végül is megérkeztek az autók, és már dolgoznak is. Ezzel a két gépjárművel a fejlesztés egy ideig véget ér, vagy vannak esetleg még folyamatban lévő változások? Nem, itt komolyabb változásokat tervezünk. Hosszú távon, inkább azt mondom, középtávon szeretnénk innen a Damjanics utcai telephelyről kivinni a Városgondnok Kft-t egy külső területre, és ezzel a területtel pedig valami más hasznosítást szeretnénk, tehát másképpen szeretnénk hasznosítani. Tehát az egész telephelynek a megújításába is gondolkodunk. Ugye az eszközpark folyamatos fejlesztés alatt van, hogyha valamilyen pályázatot találunk, akkor természetesen arra be fogunk menni. Tehát ezt napi szinten figyelik a pályázatíró cégnél, a pályázatfigyelők. Gyakorlatilag ezek az elképzelések ugye úgy alakulnak, ahogy a pályázatok kiírásra kerülnek. Nyilván megvan a mi elgondolásunk, hogy szeretnénk egy olyan telephelyet kialakítani, ami alkalmas arra, hogy esetleg hulladékot is begyűjtsünk, tehát hasznos hulladékot, illetve válogatott, hulladékválogatott tudjunk oda telepíteni, és az ilyen telephely létesítését célzó pályázatokat sas szemmel figyeljük, hogyha tudnánk ezzel a költségeinket csökkenteni, az nagyon jó lenne. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sokat lépett előre a szolgáltatás minősége a Városgondnok Kft-nél, és úgy érzem, hogy jó irányba halad a cég, remélem, hogy továbbra is ilyen sikeresen tud dolgozni, és tudunk együttműködni a szolgáltató cégünkkel. Nagy örömünkre szolgál, hogy megérkezett a két új kukás autó, ami pályázati úton sikerült megszerezni. Egy évvel ezelőtt nem is gondoltuk volna, hogy ilyen szép gépparkkal fogunk rendelkezni, ami nagyon fontos, mert ezáltal magas szintű szolgáltatást fogunk tudni nyújtani a lakosság részére. Milyen további hírei vannak a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-nek? Most azt lehet leginkább hallani, hogy a szelektív körzetek ugye már nemrég megváltoztak, ám a lakosság, ha minden igaz, akkor rutinszerűen teszi ki ezeket a zsákokat, és nem pedig ennek a brosúrának megfelelően. Pontosabban nem mindenhol annak megfelelően. Igen, az év végén volt egy kis átállás a szelektív hulladék átvevő telephelyen, és ezért egy kicsit megkavarodtak a begyűjtési járatok, és arra szeretnénk kérni a lakosságot, hogy tájékozódjon a Vecsésváros honlapján, a Városgondok honlapján, és a általunk kiszórt brosúrán is a begyűjtési rendről, és ezek alapján tegye ki a szelektív hulladékot, tehát ne a megszokott rendszerint. Először nézze meg, hogy a saját körzetébe mikor van konkrétan begyűjtési nap, és utána természetesen a kéthetes ciklus az ugyanúgy megmarad, ahogy a tavalyi évben is történt. A kukát csípezése már 100%-ig befejeződött? Mivel a két autó, az új autó most érkezett meg, és ezek lettek felszerelve ezekkel a leolvasó berendezésekkel, ezért most szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy február hónapban újra végig fogják járni a várost azok a szakemberek, akik a csipeket felszerelték, mivel vannak olyan kukák, ahol elmaradt a felszerelés, ez most megtörténik, az ez idő alatt új tulajdonosok, új kukák is bejöttek a rendszerbe, ezeket is fel fogják szerelni, és a
meglévő csipek működését is ellenőrizni fogják, úgyhogy ezért szeretnék kérni mindenkit, hogy a begyűjtési napokon időben, tehát reggel 7 órára helyezzék ki az edényzetet, és a begyűjtési napon minél tovább tartsák kint a közterületen, mert pontosan nem tudom megmondani, hogy hány órakor érnek oda ezek az emberek a csipeket felszerelni, és így akkor az egész rendszer most már tud majd működni. Bár már január közepén járunk, és nyilván már a legtöbben kirakták a fenyőfáikat, hogyan zajlott ennek az elszállítása? Nagyon jó, tehát meghirdettük, hogy mindenki kirakhatja az edényzet mellé, körülbelül másfél méteres darabba, hogyha ennél nagyobb fája volt, azt kértük, hogy vágja ketté legalább, és ez a munkatársaim folyamatosan gyűjtötték be ezeket a fenyőket. Vivi.